üdvözlöm nézőinket, Önök a Daru Televízió Barmazújváros heti hírműsorát látják. A mai adásunkban önkormányzati fenntartású cégek, intézmények vezetőit látjuk vendégül, és velük fogunk beszélgetni arról, hogy hogyan telt a 2020-as év. Első körben két szemét köszöntök itt, Varga Lászlót, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. Ügyvezetőjét, illetve Figéni Nádasdi Ágnest, aki a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ vezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat, és akkor csapjunk is bele a beszélgetésbe. 2020 nem volt egyszerű, nyilván sem egyik, sem másik oldalról. A városgazdálkodásnak azt gondolom, hogy az időjárás rendesen megnehezítette idén a dolgát. A humán szolgáltatónak pedig talán a Covid volt az, ami egy elég alternatív működést kívánt meg ebben az évben. Hogyan tudtatok reagálni ennek az évnek a különböző kihívásaira? Akkor talán kezdeném én ezt a beszélgetést. Ugye nálunk a szociális területen az évet úgy próbáltuk elkezdeni 2020-ban, mint az összes többi évet, tehát próbáltunk 120%-on pörögni, és a különböző rendezvényeinket elterveztük erre az évre is, illetve azokat a havi, illetve éves programjainkat elindítottuk, amit egyébként is minden évben. És akkor egy ilyen villámcsapásként jött a dolog március, február végén, március elején ez a Covid járvány, ami fölülírta ezeket a programokat, illetve ezeket a rendezvényeinket, és teljesen adhok módon kellett erre reagálnunk. Először is az alapfeladatainkat kellett teljesen átrendeznünk, és másképp gondolnunk, mint egyébként. Ez nagy feladat volt, főleg a legelején, amikor még nem volt ugye egy központi iránymutatás arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ezeket átreformálni, ezeket a szolgáltatásokat. Elkezdtük saját kútfőből, és természetesen aztán jöttek a kormányzati intézkedések, és ennek megfelelően próbáltuk kialakítani a szolgáltatásainkat, illetve a programjainkat átkonvertálni. Ez nehéz feladat volt, minden hónapban másképp kellett erre a dologra reagálnunk, ugye ez kezdődött ugye márciusban, egy vészhelyzet kihirdetésével, ez a vészhelyzet június körül feloldásra került, és akkor egy nyári időszak volt az, amikor egy kicsit szabadabban tudtunk mozogni, akár mi az intézmény dolgozói, akár az ellátottak vonatkozásában. Aztán ősszel megint jött a hír, hogy a második hullám hatására újabb rendelkezések születtek, amelyet ismét be kellett tartanunk, illetve ennek megfelelően kellett kialakítanunk a mindennapi életünket, amiben most is élünk. És sajnos nagyon sok olyan program nem valósult meg az intézményben, ami egyébként már rendszeres programja az intézménynek, illetve olyan programok, amelyek most először kerültek volna megrendezésre ebben az évben, ezeket teljesen el kellett hagynunk, és remélhetőleg a következő évben, vagy az elkövetkezendő időszakban majd ezek megvalósításra kerülhetnek. Erről még majd fogunk beszélni mindenképpen a későbbiekben, akkor a kérdés föl van téve a városgazdálkodásnak is. Az eredeti 2020-as tervekhez képest hogyan alakult végül az év? Egész jó évet zártunk. Én is a Covid-dal kezdeném, hogy a közétkeztetőink, a térítési díjbeszedőink teljes mértékben belettek vonva a városgazdálkodás működésében, és amikor a márciusban bejött ez a veszélyhelyzet, akkor teljesen át kellett állnia a közétkeztetést végző cégnek, ételhordókban történő étkeztetésre. Ez azt jelentette, hogy a városgazdálkodás koordinálta, hordtuk az ételhordókat, a térítési díjbeszedőink gyűjtötték össze az adagokat, tartottuk a kapcsolatot a humánnal, tartottuk az intézményekkel, meg a közétkeztetést végző céggel. Mindazonáltal a közétkeztetésbe bevezettük a átutalás lehetőségét, így ez egy segítség
egyrészt a szülők részére, másrészt így ebben a járványhelyzetben praktikus megoldásnak is bizonyult. Hogy milyen jó évet zártunk, igazából ránk ilyen formán nem hatott annyira ez a Covid helyzet, mert hogy mi a tavaszi leállásos 3 hónapban is ugyanúgy gőzerővel pörögtünk, mint a mostani őszi időszakban is tesszük ezt. Készültünk arra, hogy ez egy vizes év lesz, illetve vizesebb, mint az előzőek. Ezért a fő csapásvonal így a Balmazújváros belvíz helyzetének a rendezése volt. Rengeteg olyan csatornát tudtunk kitisztítani, és jelenleg is folynak a kotrások, amikkel Balmazújváros, ami benne ül egy teknőbe, így a mélyfekvése miatt, így megmenekülhet ettől a víztől. Kiemelt olyan tevékenységünk volt az, amit a gazdákkal közösen végeztünk a Jenőházi út elkészítése, illetve újrakövezése kapcsán. A Szanka Istvánnal megbeszéltük azt, hogy a gazdák is beszállnak, a városgazdálkodás is hozzájárul ennek az útnak a elkészítéséhez. Így gyakorlatilag egy elkerülőt építettünk Balmazújváros mellé, illetve tettünk rendbe. Sok esetben, amikor balesetek voltak így a nyáron vagy az ősszel, így az emberek így ezt így szépen tudták is használni személyautókkal is. Kiemelt jelentőségűnek érzem azt, hogy a sok eső rosszul hatott így a városgazdálkodás működésére, mert az előző évek mintájára építettük az üzleti tervünk, állítottuk össze az üzleti tervünket. Ugye azt kell tudni a városgazdálkodásról, hogy ez egy különleges besorolású KFT-je az önkormányzatnak. Legtöbb önkormányzat ugye azért, hogy a önkormányzatoknak a kötelező feladatait ellássa, ezért városüzemeltetéseket, városgazdálkodásokat hoz létre. Azokat az állami normatívákat, amiket az önkormányzat kap, közfeladat fordításra, ezek a cégek tudják legolcsóbban elvégezni. A városgazdálkodás besorolása a fürdő vagyon miatt egy ilyen nagyon különleges, ez kiemelt nagy vagyonnal rendelkező, kormányzati szektorba sorolt, közfeladatot ellátó, közhasznú non-profit KFT. Nem sok ilyen van egyébként az országban. Emiatt nagyon sok mindenben másképp működik, mint egy normál KFT. A piacüzemeltetés, a önkormányzati lakásoknak a üzemeltetése, az utaknak, a járdáknak, a csatornáknak a karbantartása, a zöld területeknek a kezelése, ez mind az önkormányzat önkormányzattól átvállalt feladatai a városgazdálkodásnak. A nyári esők azt hozták, hogy létre kellett hoznunk egy új csoportot, ami zöld terület karbantartó csoport néven fut, és új embereket kellett felvenni, őket ki kellett képezni arra, hogy a gépparkunkat tudják kezelni. Különböző vizsgákon kellett részt venniük, pénzeket kellett átcsoportosítani, hogy egyáltalán új munkavállalókat állítsunk sorba. Amikor átvettem a városgazdálkodást október 31-én a tavalyi évben, akkor 31 fő dolgozott a városgazdálkodásnál, most 39 fővel futunk. 14 embert vettünk fel idén. Ki tudtuk használni a pályázatok adta lehetőségeket. 7 embert tudtunk felvenni pályázati támogatásból. Nyertünk egy kerékpáros pályázatot, így már a pályázatok kapcsán ez eszembe jut. Kerékpárokat vásároltunk, amit a következő évben turizmusfejlesztésben szeretnénk kamatoztatni ezeknek a hasznát. Mi üzemeltetjük a Pötyi szállót, a város
városgazdálkodás a tulajdonosa a Pütyi szállónak. A Garabonciás diákszálló, ami ugye kollégiumként működik, annak az üzemeltetése is a városgazdálkodás. Visszatérve a Covid-ra, ugye a gyerekeket most a szeptemberi időszaktól a Pütyi szállónkban kellett elszállásolni, nem pedig a kollégiumban, mert a kollégium beázott. Már most így az ősz végére azt is megoldottuk, hogy átszereltettük, bádogos munkákat végeztünk a szakközépiskola tetőterén, így most már nem áztatjuk el a szakközépiskolának a igazgatási szárnyát. Nagyon sok pozitívumot felsoroltál, hogy ebben az évben mi történt, és ezt tőled is megkérdezném, hogy ha ebben az évben ki kellene emelni valamit, ami igazán pozitív volt, akár az ellátottak, akár a munkatársak, akár úgy az egész kis közösségetek szempontjából, mi lenne az? Természetesen nálunk is voltak pozitív eredmények, ugye pályázatokban vettünk részt, EFOP-os pályázatokban, több kolléganőm is. Ennek hatására, ugye most amit Laci elmondott, eszembe jutott, hogy nálunk is volt létszámnövekedés az állományban. A pályázatnak köszönhetően ugye ebben volt egy humán erőforrás fejlesztés, és a humán erőforrás fejlesztés következtében bértámogatás gyanánt felvehettünk 8 embert az intézményünkhöz, és ezt a 8 embert tovább foglalkoztatjuk most annyi időre, éppen amennyi a pályázat volt, és aztán már megvan a tervünk arra vonatkozóan, hogy ezek az emberek hogyan maradhatnának továbbra is ott az intézménynél, mert szükségünk van rájuk, és már megvan előre a terv erre vonatkozóan, tehát egy bővítés és kívánunk végrehajtani az alapszolgáltatások területén, a fogyatékkal élők nappali intézményénél, illetve az idősek nappali intézményénél. Ellátotti létszámot növelünk, és ezzel arányosan a dolgozói létszámunk is növekedni fog, és ezek a dolgozók, akik most ebben a pályázatban részt vettek, így maradhatnak az intézménynél a továbbiakban is. Hozzáteszem még, hogy azzal, hogy ez a Covid helyzet beállt most az intézményünknél, olyan pozitív hatása volt ennek az egésznek, hogy akár a dolgozóknál, tehát azt vettük észre, hogy feszegették a határaikat a dolgozók, tehát nagyon sok olyan dolgot kellett bevállalni ebben a helyzetben, amit eddig nem. És arra jöttünk rá, hogy mennyire milyen tűrő képessége van egy szociális területen dolgozónak, és mi az, ami ameddig el tud menni még a határait feszegetve. És azt kell mondanunk, hogy ezek a lányok, azért mondom, hogy lányok, mert inkább nőkről van szó ezen a területen, nagyon kevés férfi dolgozik nálunk, de tisztelt a kivételnek, ők is nagyon helytáltak ebben a feladatban, de ezek a lányok maximálisan helytálltak ebben a feladatban, és amint mondtam, tehát a hivatás tudatuknak köszönhetően túl teljesítették azt, ami talán elvárható volt tőlük. Ezt különösen, mivel mi kistérségi intézményként működünk, tehát hozzánk tartozik Egyek, Tiszacsege, Hortobágy, Egyeken van egy bentlakásos intézményünk, ahol különösen érzékelhető volt ez. Ebben az intézményünkben sajnos valamennyi dolgozót érintett szinte a vírus, és hárman dolgoztak nővérek az intézményben heteken keresztül, éjjel-nappal műszakot félretéve, tehát a 12 órás műszak az mint olyan megszűnt, és ezek a nővérek éjjel-nappal ellátták az ott élő időseket, mert hogy nem volt más választás. De azt gondolom, hogy nem volt kérdés számukra, hogy ezt a feladatot el kell látni. És helytáltak. Tehát ezt tudom talán elmondani még, hogy olyan pozitív dolgokat hozott ki a dolgozókból, amire eddig úgy nem is gondoltunk, vagy amit eddig nem mutattak meg. Az ellátottak vonatkozásában is megfigyelhető ez. A kezdetén nagyon nehezen viselték azt, mert ugye egy szociális ellátásnak a lényege a kapcsolattartás, a személyes kapcsolat. Tehát az, hogy folyamatosan személyes kapcsolatban vagyunk az ellátottakkal, bejárnak hozzánk, illetve mi felkeressük őket a saját otthonukban. Ez most teljesen megszűnt,
mert hogy ugye a nappali ellátásban nem járhattak be az ellátottak. A házi segítségnyújtás, illetve a közösségi ellátások tekintetében pedig teljesen le kellett redukálnunk azokat a látogatás számokat, illetve még ide venném a családsegítő gyermekjóléti szolgálatot, akik családlátogatás gyanánt mennek ki ugye az ellátottakhoz, és le kellett redukálnunk ezeket a kapcsolatokat, kapcsolattartásokat, és az ellátottak nagyon jól vették ezt az akadályt, tehát telefonon, e-mailen, online tartottuk velük a kapcsolatot, és ez a mai napig él. Létrehoztunk egy közösségi platformot, és ezen a közösségi platformon nagyon interaktív és nagyon élő a kapcsolat az ellátottjainkkal. Ezzel kapcsolatban jövőre majd szeretnénk egy kicsit bővebb tájékoztatást is kérni. Most viszont egy rövid bejátszást fognak látni, amiben a városgazdálkodás idei munkáit vesszük sorba. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. Munkatársai 2020-ban is igyekeztek mindazon feladatokat elvégezni, mellyel a helyi lakosok életminőségét javíthatják. A Kft. Csoportjai igyekeztek rendben tartani a rájuk bízott területeket, és ezek mellett az idei jó gazdálkodásnak köszönhetően a 2014 óta az önkormányzat felé fennálló tartozását is kifizethette a vállalat. Folytatjuk műsorunkat. Most az idősek otthonainak az egyik helyről a vezetőápolóját, a másik helyről pedig az intézmény vezetőjét hívtuk, és köreinkben köszönhetjük akkor Tarné Lajter Angélát, illetve Tarné Csobán Erzsébetet, egyik, illetve a másik idősek otthonából. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. És köszönjük. Hány ellátott él egyik, illetve a másik idős otthonban? A Balmazújvárosi Ne Felejts Idősek Otthona jelenleg 52 férőhellyel működik. Az 52 ellátott köréből 20 fő demens, erre külön engedélyünk van, demenseket is elláthatunk, és ez az intézmény 27 fő dolgozóval működik. Ebben természetesen benne számítatik a szakmai dolgozók, illetve a technikai állomány is. A református idősek otthona pedig 65 férőhelyes az otthonunk, és jelenleg 50 idős számára biztosít a mindennapi életben teljes körű ellátást, és 30 dolgozónk látja el a feladatot, ebben benne vannak a szakmai dolgozók, illetve a technikai dolgozók. Ez azt jelenti, hogy itt azért beszélhetünk, ha jól hallottam, akkor több mint 100 ellátottról és több mint 50 dolgozóról. Hogyan élték meg ezt a 2020-as évet, a bezártságot, akár az ellátottak, akár pedig a dolgozók, mert nyilván mindenkire nagy terhet rótt az, hogy belettek zárva az idősek otthonai, tehát hogy nem lehetett látogatni az ellátottakat. Így van. 2020. március 8-án kaptuk meg a Nemzeti Népegészségügyi Központtól Az utasítást arra vonatkozólag, hogy valamennyi szociális bentlakásos intézményben el kell rendelni a látogatási tilalmat. Ez óriási feladatot rótt a vezetőkre, az ellátottakra, illetve minden szakmai dolgozóra. Át kellett értékelnünk minden egyes napot, hogy hogyan történik az intézmény további élete, valamint az ellátottak élete, a dolgozóknak a munkába való helytállása. Elsősorban az ellátottak tájékoztatása történt meg. Ez a tájékoztatás egyrészt a COVID tünetekkel kapcsolatos, másrészt a megelőzéssel, a helyes kézmosással, a kapcsolattartással, és tehát egyáltalán a hozzátartozókkal való érintkezés, kapcsolattartás volt a fontos része. A dolgozók részéről viszont nagyon fontos volt feleleveníteni azokat az ismereteket, amelyek a higiénia betartása, a megelőzés, a prevenció, az ellátottak gondozása a mindennapi életbe. Újra át kellett értékelnünk minden napot, meg kellett tanulnunk azt, hogy a védőeszközöket hogyan alkalmazzuk, a helyes kézmosás gyakorlatát,
Aztán nagyon fontos volt a hozzátartozó tájékoztatása, mert ugye mindenki meglepődött, megijedt, hogy hogyan lesz tovább, hogy nem látom majd a hozzátartozómat, aki az otthonban él. Naponta nagyon sok telefont kaptunk, személyes látogatást, tehát nagyon-nagyon nehéz időszak volt ez az első hullám, nem beszélve arról, hogy a védőeszközök beszerzése sem volt egyszerű, mert természetesen én úgy gondolom, hogy minden intézménynek van tartaléka, de akkora tartaléka nincs, hogy ezt a járványügyi helyzetet tudjuk kezelni. Én 30 éve dolgozok a pályán, de még ilyen jellegű problémával soha nem találkoztam, és ez mindannyiunkat kihívás elé állított. Ez így történt a Ne felejts idősek otthonában is? Valószínűleg a kollégák elmondása alapján mindezek az oktatások, felkészülések tavasszal megtörténtek. Erről nekem most nincs személyes tapasztalatom, mert én július 1-jével kezdtem el dolgozni ebben az intézményben. Úgyhogy én már ennek tudatában vállaltam ennek az intézménynek a vezetését, hogy fog jönni sajnos egy második hullám, amire fel kell készülnünk. Úgyhogy nekem egy hónap állt rendelkezésre, hogy úgymond megismerkedjek az ellátottakkal, a dolgozókkal, és önkormányzati döntés alapján augusztus 16-ával a mi intézményünkben már látogatási és kijárási tilalom lépett életbe, amit majd később szeptember 8-ával a operatív törzs, illetve a kormány országos szinten is elrendelt, úgyhogy a mi ellátottaink augusztus 16-ától nem hagyhatják el az intézményt, és ez ugye elég hosszú idő már számukra lelkileg ez a bezártság. Igen, ezt mindenképpen kérdezni szerettem volna, hogy nyilván, hogyha mondjuk a saját idős rokonainkból indulunk ki, hogy mennyire igénylik a személyes kontaktust a gyerekeikkel, unokáikkal, dédunokákkal, hogyan élik meg a bent élők azt, hogy gyakorlatilag a telefonon kívül személyes kontaktusra, ölelésre abszolút esélyük sincsen? Hogy lehet ezt? Vagy mit tapasztalnak önök? Hogy nyilván ez meg? Egy nagyon új helyzet minden korosztály számára. Tehát ha most egy kicsit így visszagondolunk az elmúlt 100 év eseményeire, ez egy olyan helyzet, amivel még az idősek sem találkoztak. Tehát mondjuk ki őszintén, hogy felkészületlenül ért bennünket. Ennek még nincs protokollja, hogy hogyan lehet ezeket a helyzeteket megoldani. Most tanuljuk. Tehát egy összehasonlíthatatlan helyzet elé állított bennünket ez a helyzet. A mai kor emberének a legnagyobb vívmánya ugye a szabadság, az önállóság, és ebben lettünk korlátozva, tehát a szabadság szót most teljesen másképp kell értelmezni, mint amihez hozzászoktunk. Meghatározzák azt, hogy mikor járhatunk üzletbe vásárolni. 8 órai kijárási tilalom. Ilyet csak a televízióban hallottunk, nem is gondoltuk, illetve filmekben láthattunk. Nem is gondoltunk arra, hogy ilyet megélhetünk. És szegény időseink, akik az intézményben élnek, éppen attól vannak megfosztva, amire leginkább szükségük lenne. Az ölelésre, az, hogy láthassa a családját, az unokáit, és ez lelkileg, mentálisan nagyon nagy erőt kíván tőlük. Nyilván ott a telefon, biztosítjuk a Skype-os elérhetőséget, de ez igazán nem pótolja a személyes találkozásokat. És ugye az ünnepek alkalmával, ugye nemrégen az halottak napja, közeledik a karácsony, ez biztos, hogy óriási feladatot jelent majd számukra is, hogy hogyan éljék túl ezt a helyzetet, még nyilván a dolgozók számára is, hogy ezt hogy tudják majd kezelni. Tehát ez mentálisan egy óriási nagy feladatot jelent, és ez már érezhető a dolgozókon is, hogy fizikailag is, meg mentálisan is kezdenek fáradni. Ezt nálunk is estek ki dolgozók, akik táppénzen voltak, vagy még vannak is, és az ő helyettesítésük ugye egy plusz feladatot jelentett a munkatársak számára. Hát kezdünk egy kicsit fáradni, az az igazság. Én kitartást kívánok, de még egyet kérdeznem kell. Volt-e már covidos megbetegedés az ellátottak között önöknél? Igen, volt covidos megbetegedés az ellátottaink körében, illetve a dolgozók körében. Ezt a
éppen aktuális protokollnak megfelelően kezeltük. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert az intézményünkben lakrészek vannak kialakítva, tehát egyedül élnek az ellátottak, maximum két fő él egy szobában, és tartozik hozzá külön fürdőszoba, egy kis előtér, és ezeket a elkülönítéseket, ezeket a higiéniai rendszabályokat sokkal pontosabban, határozottabban meg tudjuk tartani ezekben az esetekben. Önöknél volt? Volt, meg van is, igen, október végén jelentkezett nálunk először, dolgozók kerültek táppénzre, és hát a tüneteik ebbe az irányba mutattak, úgyhogy a vizsgálatok későbbiekben sajnos pozitivitást mutattak. A lakók körében is negatív teszttel kerültek be a kórházba, aztán mindannyian pozitív eredménnyel kezdték meg a kórházi kezelést, de már több ellátottunk hazakerült gyógyultan, hál' Istennek. Ez igen. Nagyon jó hír, meg öröm látni, hogy milyen nyugodtan ülnek igen. Így velem igen, szemmel. Igen, hát sajnos vannak olyan esetek is, amikor nem COVID problémával kerül be az idős, hanem esetleg csonttöréssel, vagy egy szívinfarktussal, és nyilván ezeket az akut dolgokat is kezelni kell. Hát ugyanúgy, ezt is kezeljük, így azt van, is kezeljük. Is kezeljük, így van. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Nagyon jó látni, hogy ennyire nyugodtan kezelik ezt a helyzetet, mert nyilván az időseink a legveszélyeztetettebb korosztály, és mindenki aggódik a bent lévő szeretteiért. Mi folytatjuk a közintézményekkel, de közoktatás és köznevelés lesz a következő két vendégünknek a profilja. Az idősek otthonai mellett igencsak nagy nyomás nehezedett a köznevelési és a közoktatási intézményekre is, és most köszöntjük köreinkben Tarné Juhász Juliannát az Egyesített Óvoda és Bölcsöde Intézménytől, illetve Szabadi Árpádot, a Református Általános Iskola és Óvoda Intézmény igazgatóját. Ki hogyan tudott reagálni erre a 2020-as COVID helyzetre? Hogyan élték ezt meg a kollektívák? Igen, egy különleges évben vagyunk, ez a 2020 egy nagyon különleges év, hiszen tavasszal kezdődött a COVID vírus első hulláma, akkor szembesültünk azzal, emlékszem rá, az intézményeink március 16-án még nyitva voltak, és március 18-ától zártuk az intézményeinket, és 6 héten keresztül voltak zárva Balmazújvároson az intézmények. Ezt nagyon jól viselték a szülők, és ezúton meg is köszönöm nekik. Jöttek be hozzánk, kérdezték, hogy mikor lesz a nyitás, és amikor már úgy gondoltuk, hogy most már tényleg a szülők többen kerestek bennünket, megkerestük a Balmazújváros fenntartóját, polgármester urat, és május 4-től már ügyeleti rendszerbe tudtuk fogadni a gyerekeket. A 6 hét az úgy telt el, hogy online-on foglalkoztunk a gyerekekkel, interneten keresztül az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők is játékos foglalkozásokat, meséket, kis vizuális tevékenységeket szerveztek a gyerekeknek, illetve a szülőkkel is tudták tartani a kapcsolatot. Én úgy gondolom, az az első hullám talán könnyebb volt, mint ez a második. Erre a másodikra még majd visszatérünk, de az első hullámnál azért az iskoláknál drasztikus változás történt, mert hogy digitális tanrendre kellett ráállni egyik napról gyakorlatilag a másikra. Okozott-e ez különösebb fennakadást vagy nehézséget számotokra? Hát igen, gyakorlatilag egy hétvége volt a felkészülési idő. Mi ugye iskola és óvoda is vagyunk, és ilyen szempontból az iskolát részesítettük előnyben, mert ott kellett hamarabb váltani, ugye az óvoda az rá 2-3 nappal még húzta a normál időszakát, tehát még lehetett óvodai nevelést biztosítani. És hát egy hétvége volt az, amikor ki kellett találni, hogy hogyan tovább. És büszke vagyok arra, hogy nálunk jól sikerült ez az átállás. Gyakorlatilag hétfőn már tudtunk egy olyan értekezletet tartani, ahol a pedagógusoknak bemutattuk a felületet, és utána hazabocsátottuk őket, hogy akkor hajrá. És utána is online értekezleteket tartottunk, segítettük egymást, és
nagy segítség volt, hogy két-három olyan kolléga biztosította ezt a digitális segítséget a pedagógusoknak, akik hamar megtanulták ezeknek a digitális eszközöknek a használatát. Tehát viszonylag hamar jól működtünk, de azért azt el kell mondanom, hogy nagyon sok függött szerintem a tantestülettől, hogy nagyon pozitívan álltak a dologhoz, és meg akarták oldani. Pedig azért nem feltétlenül az idősebbek, de azért vannak olyan idősebb kollégák, akik nem ebbe élnek, és idegenkednek a digitális technikától, és gyakorlatilag újra kellett nekik kitalálni, amiben eddig biztosak voltak 30 éven keresztül. Tehát ez nagyon nehéz időszak volt szerintem nekik. Hogy látod egyébként ez a digitális tanrend, meg a digitális oktatás hosszú távon akár bevezethető is lenne? Szerintem nem. Szerintem nem. Tehát én úgy gondolom, hogy közel a maximumot ki tudtuk hozni mi ebből az időszakból. De már a mostani időszakban, hogy ugye gyerekek visszatértek hozzánk, már látjuk azt, hogy milyen lemaradások keletkeztek. Tehát hiába tettünk meg mindent annak érdekében, és a szülők is, azt mondom, hogy 90%-ban annak érdekében, hogy ez rendben legyen, azért csak hiányzik a személyes kapcsolat, a személyes kontaktus, hosszú távon nem működik sajnos. Az általános iskoláról beszélek. Ugye beszéltünk az első hullámról, de a második hullám az azért totál telibe kapta, főleg az óvodákat, illetve hát a hírek sokszor erről szóltak, hogy ilyen óvoda bezárás, bölcsőde bezárás is ugye, ami nem feltétlenül azért volt, mert sok kicsi gyerek volt beteg, hanem a kollégákat kapta el. Erre hogyan lehet jól reagálni? Hogyan éli meg most a kollektíva, meg a kollégák ezt a második hullámot, és ezt a most már tényleg igencsak komoly nyomást, ami rájuk nehezedik? Igen, említettem, tehát a második hullám jóval nehezebb, hiszen két héten keresztül tesztelték a közalkalmazottakat, az óvoda dolgozóit, és naponként jöttek ki a pozitív tesztek, és arra nyilvánvalóan azonnal kellett reagálni, hiszen előírásként egyből az EMMI-hez, az oktatási hivatalhoz kellett fordulni, és velük vettük fel a kapcsolatot, hiszen a törvény szerint is ők hivatottak arra, hogy bezárják az intézményeket. Mi több célú intézmény révén, a 23 óvodai csoport mellett 6 bölcsődei csoportunk is van, és a bölcsődét azt nem az oktatási hivatal jogosult bezárni, hanem a fenntartó. És most abban a helyzetbe kerültünk sajnos, hogy a bölcsődébe 18 fő dolgozónk van, és jelenleg egyetlen egy dolgozó van, aki nem tartozik sem, tehát a pozitív vagy kontakt személyként nincsen nyilvántartva. Tegnap már be kellett zárni a bölcsődénket, egy napig ügyeletet tartottunk. Ez az ügyelet azt jelentette, hogy 5 kisgyermek nevelő volt, tehát már bölcsődei dajka nem volt az intézményben, és így is próbálták a dolgozók fenntartani az ügyeletet, hiszen szeretnénk azt, hogy a dolgozó szülők azért el tudjanak menni dolgozni, és köszönöm is tényleg a szülőknek, hogy 15 gyermekünk volt az ügyelet alatt, a többiek megpróbálták elhelyezni a gyermeket. Én nagyon köszönöm a dolgozóknak is a kitartást, hiszen ősz óta, szeptember óta elmaradtak a programjaink, sok táppénz volt, de az utóbbi két hétben, tehát a tesztek, tehát a szűrés alatt igen megnőtt a létszám a pozitív teszteknek. Én ezzel kapcsolatban csak itt számadatot nem mondok, de 20%-os volt az arány, tehát közel 100 dolgozó van az egyesített óvodában, és 20% lett a tesztelés alatt pozitív, illetve ezek mellé kerültek a kontakt dolgozók, illetve abban a csoportban, ahol pozitív volt az óvodapedagógus vagy a dajka néni, ott be kellett zárni a csoportot, a gyermekeket is karanténba helyezni, és akkor ugye őket is ugyanúgy ez a törvény arra kötelezte, hogy addig otthon maradjanak, és azt tudjuk, hogy a gyerekek ezt nagyon nehezen élik meg. A szülők mozoghattak, de a gyermeknek otthon kellett tartózkodni, de nagyon köszönöm a szülők hozzáállását, hogy így el tudták fogadni. Én gondolom, hogy az is hozzájárul, hogy tájékoztattuk őket időben, kapcsolatban vannak az óvodapedagógusokkal,
a kollégáim is, én úgy gondolom, hogy nehezen tudják ezt úgy elfogadni, hogy a szülőkkel sem tudják tartani a kapcsolatot, hiszen a gyermeket reggel beadják az óvodába, Dajka néni viszi be a csoportba, tehát a szülőkkel úgymond csak telefonon vagy interneten keresztül tudnak kommunikálni. Azelőtt meg naponként volt ez a kapcsolattartás, tehát át kellett állni, nagyon gyors döntéseket kellett hoznunk, itt a bölcsöde tekintetében is, vagy csoportok összevonásánál és csoportok megszüntetésénél, hiszen a 23 óvodai csoportból 8-at kellett rövidebb, hosszabb időre bezárni. A református óvodában ez hogy alakult? Ott is ugyanolyan nagy nehézségek voltak, mint ahogy az egyesített Tobi és Bölcsi esetében? Igen, nálunk is most arra kezdünk kilábalni a mélypontból. Én a kettő időszak között azt tenném talán a legnagyobb különbségnek, hogy most betegek voltunk, tavasszal meg nem. Tehát úgy könnyű idézőjelbe dolgozni otthonról, hogy mindenki egészséges és rendben vannak a dolgok. Most viszont, mivel a mi intézményünknél az öt csoport kettő épületben van, egy csoport külön, velük nem volt baj, a négy csoport együtt volt, úgy gyakorlatilag két megbetegedésnél mindenki mindenkinek a kontaktja lett, és szinte az egész tantestületen átment a vírus, és gyakorlatilag egy hétre azt a intézményegységet be is kellett zárni. Tehát most kezd el normalizálódni a helyzetünk, és tényleg nem volt könnyű, mert hogy voltak olyan kollégák, akik nagyon rosszul viselték a betegséget nyilván, tehát nem mindenki egyformán viseli. Én nagyon szépen köszönöm ezt a rövid összefoglalást, amit 2020-ról adtatok nekünk, és köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, mi pedig hamarosan folytatjuk. A 2020-as évben a református egyházközségben komoly változások zajlottak le. Az infrastruktúrális projektek megvalósításán felül új gyakornok érkezett, és idén nyugdíjba vonult több évtizedes munkát követően Szabadi Árpád esperes úr is. A református egyházközség lelkészét is meghívtuk vendégségbe hozzánk, Balogh Mihály jött el. Az egyházmegyében is, illetve az egyházközséget is érintette a COVID, mégpedig úgy, hogy bizonyos rendezvények nem lehettek megtartva, illetve az istentiszteletek is másképp zajlottak le, mint az eddig megszokottak. Erről egy pár szót, hogyha esetleg mondanál. Szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, a vírus helyzet megváltoztatott sok mindent ezen a területen is, tehát az egyházközségünkben is, ugye március 15-e után minden véget ért hirtelen, és váratlanul jött az a rendelet, hogy bezárnak a templomok, istentiszteletek nem lesznek, és semmi olyan alkalom, amiben ugye az emberek a hitüket közösségben gyakorolhatnák. Ilyenre nem tudom, hogy volt-e precedens az elmúlt századokban visszamenőleg. És ugye ez olyan hirtelen érintette az egyházközségeket, most országos szintre is gondolok, hogy fel kellett készülni egy olyan új dologra, ami különböző kihívásokat jelentett. És megjelentek nagyon sok helyen ugye az online istentiszteletek, nyilván adottak hozzá a technikai lehetőség, ahol ez adott volt. Nálunk ez dilemmát okozott nagyon rövid ideig, de sikerült megoldani, úgyhogy mi is használtuk a technikai eszközöket, illetve innét is köszönjük a helyi televíziónak, hogy az istentiszteleteket vasárnaponként közvetítette a hallgatóknak és azoknak, akik igényelték ezt. De ugyanakkor igazolta, legalábbis nekem az a meglátásom, hogy van egy ilyen mondás, hogy gyülekezeteiben él az egyház. És ez beigazolódott még inkább számomra, eddig se volt felőle kétségem, de akkor, amikor nincsenek találkozások, és egy szent térből kivonul valami a profánba, azt nem tudjuk helyettesíteni. Nem könnyű abból a szempontból sem ez az év, hogy nyilván azt tudjuk, hogy édesapád ő nyugdíjba vonul. Tehát, hogy költözik az esperesi hivatal is, hogyha jól tudom. Igen. De
Nem tudom, megkérdezhetem el, hogy egyébként édesapád hogyan kezeli azt a helyzetet, hogy pont ebben az évben kell nyugdíjba vonulnia, amikor azért annyira nincsen sok személyes kontakt a hívekkel? Én úgy gondolom, hogy azért hiányzik ennek a lezárása a dolgoknak. Tehát az ő szempontjából is, meg természetesen az egyházközség szempontjából is. Nyilván ő is szeretne még minél több időt eltölteni, mint leköszönő lelkész, lelkészként. És mi is, akik bármilyen kapcsolatban vagyunk, vagy lelkipásztorok, vagy presbiterek, vagy az iskola óvodának a tagjai, mi is szeretnénk nyilván méltóképpen elbúcsúztatni, és megköszönni neki a szolgálatát. Hát még ez a jövő kérdése, hogy ez hogy fog alakulni. Ha már ugye a leköszönésről beszélgetünk, mi az, amit most lehet tudni? Hogyan lesz majd a jövőben? Ugye az esperesi hivatal biztos, hogy költözik. És ezután mi várható? Igen, az esperes hivatal az költözik, hiszen a Magyarországi Református Egyházunkban ebben az esztendőben volt teljes tisztújítás, ami azt jelenti, hogy a püspökeink, esperesek, tehát az egyház vezetői vagy lecserélődtek, vagy maradtak ugye abba a pozícióba, de egy választás történt, és a újvárosi esetben pedig esperes úrral több évtizeden keresztül, 19 éven keresztül volt esperes, de, tehát ez egy hosszú időszak, és ugye az ő életében eljött az a időszak, amikor ugye nyugdíjba kell vonulni, hivatalosan nálunk a nyugdíjba vonulásnak az ideje 70 esztendő, és mindenféleképpen szükséges ilyenkor a változtatás, hiszen a nyugdíjazással megszűnik, és megszűnt Újvároson ugye a lelkészi állás. Az esperesség, esperesség tekintetében is lejárt ugye egy időszak éppen az előzőekből kifolyólag, és újat kellett választani, aminek szépen rendben meg is történt, megvan az új esperes, majd ha hivatalos lesz, akkor ez nyilván a különböző csatornákon el fog hangzani, és ő fogja átvenni a helyet, illetve egyházközségi szintre visszatérve két lehetőség van a református egyházban lelkész választásra, ez vagy meghívásos alapon történik, vagy pedig választás útján történik, és a presbitérium dönt ebben a kérdésben, és úgy döntött, hogy meghívással szeretné betölteni a lelkipásztori állásba az Újvároson, és örömmel töltött el, nyilván ezeken a közgyűléseken nem lehettem jelen, hogy a presbitérium egységesen úgy döntött titkos szavazással, hogy engem szeretnének meghívni Balmazújvárosra lelkipásztornak, ahol egyébként is esperes úr mellett 15 éve szolgálok én is, és jó munka kapcsolatban voltunk és vagyunk mind a mai napig. Örültem ennek, és ennek a következő lépése az volt, hogy az egyházközségi közgyűlésben is történik egy szavazás, ott, ahol a gyülekezeti tagok nyilvánítják ki a véleményüket, és ez is úgy sikerült, és úgy döntöttek, hogy a meghívást jóvá hagyják. Most lesz még két hét fellebbezési idő, amiből már egy hét eltelt, és tulajdonképpen utána lesz érvényes ez a választás. Na hát én gratulálok, remélem, nagyon hogy minden rendben is lesz. De egy kérdésem még van az idei évre vonatkozóan. Lehet-e tudni, hogy karácsonykor el tudunk-e menni Isten tiszteletre, vagy nem? Lehet tudni. Abban annak a információnak a függvénye az, hogy 21-én nyilván a kormány részéről milyen rendelet érkezik, de a jelenlegi helyzet szerint minden Isten tiszteleti alkalom és közösségi alkalom meg lesz tartva, így a karácsony is. Egy ünnep kimaradt, nem is nagyon tudtunk vele mit kezdeni, ugye ez a húsvét, és ez nagyon sok kérdés vetett fel úrvacsorázás tekintetében, én azt gondolom, hogy amit az elején is elmondtam, hogy mivel ha gyülekezeteiben él az egyház, itt tudjuk megélni azokat a személyes találkozásokat, mind egymással, mind pedig ugye a szenttel, nevezetesen ugye Krisztussal, ami ennek helye. Lehet ezt kivinni az online térbe, jó is, hogy van rá lehetőség,
de én azt gondolom, hogy sokan érzik, hogy csak az a normális családban is, egyházban is, gyülekezetben is, hogyha személyesek ezek a találkozások. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Édesapádat innen tisztelettel üdvözöljük, a nézőinktől pedig ezúton búcsúzunk el. Jövő héten rendkívüli hírek lesznek, de addig is a viszontlátásra.